A szerb-magyar történelmi megbékélés részeként a szerb képviselőház tavaly június második felében fogadta el azt a deklarációt, amely elítéli a vajdasági magyarok ellen 1944-45-ben elkövetett atrocitásokat. Ezt követően jelentős térségpolitikai eseményként a szerb és a magyar államfő közösen hajtott főt Csúrogon, az 1942-es magyar razzia szerb és a II. Világháborút követő titói partizán megtorlások magyar áldozatainak emlékezett. A szerb kormányrendelet viszont azóta várat magára. A rendelet helyezni hatályon kívül Csúrog, Mozsor és Zsabja egykori lakosaira kirót kollektív bűnösség terhét. Októberben Ivan Mrkić, Szerbia akkori külügyminisztere budapesti látogatása alkalmával elmondta, hogy ez rövid időn belül meg fog történni. Nem mogu da vam kažem koji je tačan datum kad ćemo to objaviti, ali uveram vas da ćemo se truditi to bude što brže. I ja sam razgovarao sa svojim kolegama iz resora koji to pripremaju. Oni su bili dosta dekoncentrisani ovim drugim pitanjima i dobio sam obećanje da će se najbrže moguće angažovati na tome. Fél év telt el azóta, ám a kormányrendelet a megbélyegzett falvak elűzött, elhurcolt és kivégzett lakosai feletti egyéni tárgyalás nélkül kimondott ítéletét még mindig nem vonták vissza. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Duna TV közbeszéd című műsorában reményének adott hangot, hogy az új szerb kormány nagyobb érzékenységet mutat majd. Ennek a megállapodásnak a része az a kormányrendelet, vagy annak a meghozatali kötelezettsége, amelyik több mint fél évet várat már magára, és én azt remélem, hogy az elkövetkező hetekben ez a kormányrendelet meg fog lenni. Ezzel befejeződik egy fázis ennek a történelmi igazságtételnek, amelyik évtizedeket váratott magára. Az 1944-45-ös rendelet hatályon kívül helyezése egyúttal a háromfalú egyéni eljárás nélkül elítélt lakosainak a törvény erejénél fogva való rehabilitálását is jelenteni. Ennek következménye, hogy minden elvett ingatlant vissza kellene szolgáltatni a volt tulajdonosoknak, vagy kártalanítani kellene azokat, akik még élnek, illetve a leszármazottaikat.